A fátylat, mely szemeteket elhomályosítja, föllebbenti majd a kéz, mely megszőtte azt. És az agyagot, mely fületeket eltömi, átszakítják majd az ujjak, amelyek gyúrták. És látni fogtok, és hallani fogtok. Mégsem kárhoztatjátok majd, hogy megismertétek a vakságot, sem bánni nem fogjátok a süketséget. Mert azon a napon megismeritek a dolgok valódi célját, és áldani fogjátok a sötétséget csak úgy, mint a világosságot. Mély értelmű szavak egy különös sorsú művésztől, aki zsigereiben érezte sok ezer éves történelmű szülőföldjének minden tapasztalatát. Egy kicsiny, de annál változatosabb földdarabét, amelyért föníciaiak, görögök, perzsák, rómaiak, bizánciak, arabok, mongolok, törökök versengtek, mert tudva tudták, gazdag, termékeny és Istennek kedves ez a hely, aminek a neve Libanon. A próféta. Nem csak főművének adta címül, hanem valószínűleg saját magára is ekként tekintett az a férfi, akinél jobb vezetőt alig ha találhatnánk Libanon lelkének megértéséhez. Halil Gibran szegény sorsú maronita keresztény családban született 1883-ban, a mindentől távol esőbb Sáriban. Itt semmilyen iskolában nem járt, egyedül a papok tanították szíriai, illetve arab nyelven bibliai témákra. Ennek az emlékezete köszön vissza későbbi főművében, amit már Amerikában ír meg. Isten és vallás, élet és művészet, bűn és megváltás. Ezekről elmélkedik könyvében, miközben festményei, illetve rajzai szépségükkel varázsolják el szemlélőjüket. Különös világhírnökei ezek, amely egyszerre szívbéli és valóságos. Lenyűgöző, egyedülálló keverék, mint amilyen maga Libanon. A föld átengedi néktek gyümölcseit, és szükséget nem szenvedtek, ha tudjátok, kezeteket miként töltsétek meg. A föld adományainak cseréjével lelitek meg a bőséget és megelégedést. Hanem ha a cserében nem szeretet és testvéri igazságosság van, akkor egyeseket kapzsiságba, másokat éhezésbe hajt. Így beszél a próféta az eladásról és a vásárlásról. A kereskedelem mindig is meghatározó volt ezen a földön. Tírus, Szidón és Biblos, ki ne emlékezne erre a névhármasra az iskolai történelem órákról. Emberek, kultúrák és vallások találkozó helye a Földközi-tenger keleti partvidéke, ahol ma is szemtanúi lehetünk ennek a színes keveredésnek. Hétezer év. Ennyit mondanak a régészek, ha Biblos korát kell megbecsülniük. A világ egyik legősibb, folyamatosan lakott települése, amelyet halászok alapítottak, majd a hajóépítés központja lett, később pedig a tengeri kereskedelem virágoztatta fel. Az óváros egyetlen hatalmas régészeti park, ahol az újkőkorszak apró kunyhóitól kezdve egy perzsa erődítményen át a római színházig, illetve a keresztesek erődítményéig minden korszak és minden hódító emléke megtalálható. Szidón történelme rövidebb Biblosénál, csupán 6000 esztendő. A kereskedelem és a hajózás mellett még két dolog biztosította gazdagságát, az üvegkészítés és a bíborfesték előállítás. Nem csoda, hogy sokan szemet vetettek rá, többek között a keresztesek is. A rövid életű jeruzsálemi királyság egyik grófságának lett a székhelye. Erről az időszakról tanúskodik a tengeri várkastély, amelyet 1228-ban emeltek Frigyes császár látogatására.
A kicsiny erődöt keskeny móló köti össze a szárazfölddel, vastag falain pedig jól látható, hogy bővítéséhez és megerősítéséhez római kori oszlopokat használtak föl a mesterek. A legjobb állapotban a vár nyugati tornya maradt fenn, vele szemben pedig a későbbi hódítók által emelt kicsiny mecset látható. Szidón ma is igazi kereskedőváros. A várkastéllyal szemben található híres piaca, ahol reggeltől késő estig tart a nyüzsgés. Kapható itt minden, ami szemszájnak ingere, ami pedig mégse, az nem is létezik, ahogy mondani szokták. A kereskedők méltóság teljes pompájú egykori karavánszerája pedig büszkén őrködik kései utódai fölött. Ha Tírusz földjére lépünk, 5 évezred történelme hever a lábunk előtt és alatt. Az Ószövetség többször is említi a várost, amely eredetileg 6 kis szigeten feküdt. Első aranykora a föníciai időkre nyúlik vissza, hajósai messzi vidékekre eljutottak, így Kartágó és Kadíz megalapítása is az ő nevükhöz fűződik. Itt született meg a föníciai ABC, amely szoros rokonságban áll a göröggel. A két vidék kapcsolata azonban ennél sokkal erősebb, egyszer s mint mitikusabb, hiszen Tírusz királyának lánya volt a meseszép Európé, akibe Zeus szerelmes lett és akit bika képében rabolt el, majd egy egész kontinens névadójává tett. A városban ma főleg a római időszak emlékeit találhatjuk meg. Az egykori szigetek gáttal megnövelt területén közös lakóépületek, fürdők és mozaik díszítési utcák, egy tornacsarnok, illetve egy négyszögletű aréna romjai láthatók. Közvetlenül a tengerparton az egykori kikötő kövei látszanak, amelyek Egyiptom felé mutatják az irányt. Tírusz másik romterülete a parttól beljebb található, és főleg a II.-III. századból származó emlékeket foglal magában. A holtak városa ez, nekropolisz, amit csak 1962-ben tártak fel, több száz díszes sírkövet és márványból készült szarkofágot hozva a felszínre. Egykor fontos útvonal haladt itt, amiről a fölé emelt művészi értékű diadalív is tanúskodik. Antiókiát és Alexandriát kötötte össze annak idején a birodalomnak ezen a távol eső vidékén. És ha már a földközi tengerpartján kalandozunk, ne feledkezzünk meg Libanon mai fővárosáról, Beirutról sem. Főleg azért, mert ha az ország legértékesebb régészeti emlékeire vagyunk kíváncsiak, akkor az itt található Nemzeti Múzeumot kell fölkeresnünk. Az 1975 és 90 között zajló polgárháború szerencsére megkímélte a gyűjteményt, ma pedig immár az épület is régi pompájában ragyog, és ez nyugodtan érthető szó szerint, a sárga kövek szinte vakítanak az erős napfényben. A kiállított szobrok, szarkofágok, mozaikok és a kézművesség más, kisebb-nagyobb remekei évezredek során vezetik végig a látogatót, bizonyítva, hogy ez a föld mindig az emberi civilizáció egyik központja volt, és akárhányszor pusztították el fegyverrel, mindig fölélett hamvaiból.
Így történt ez 1990 után is, negyedszázados értelmetlen öldöklést követően, amikor nem csak törzsek, vallások, meggyőződések estek egymásnak, hanem városnegyedek, utcák, sőt szomszédos házak vívták egymással véres harcaikat. De talán sikerült tanulni legalább a saját kárukon. A belváros nagy része immár felújítva, régi szépségében éli mindennapjait, a tengerparti sétányon helyiek és turisták sokasága korzózik, az élet egy pillanatra sem áll meg. Beirut éjjel-nappal mozgásban van, mint aki tudja, milyen rövid az élet, és egyetlen pillanatot sem akar elvesztegetni belőle. A béke csodákra képes. A mecsetek és a templomok nem csak egymás mellett, hanem szinte egymásra támaszkodva hirdetik Isten jelenlétét, azért az Istenét, aki mindenki ura és teremtője, válogatás nélkül. Szeretnétek megmérni az időt, a mérhetetlent és mérték nélkül valót. Cselekedeteiteket, még lelketek útjait is órákhoz és évszakokhoz igazítanátok. Folyót csinálnátok az időből, melynek partján üldögélve figyelnétek a folyását. Pedig ami bennetek időtlen, az ismeri az élet időtlenségét, és tudja, hogy a tegnap csupán a ma emléke, és a holnap csupán a ma álma. Így beszél Zsibrán prófétája az időről, és erre a felfoghatatlanságra tanítanak minket a Libanon hegycsúcsai mögött húzódó Beká völgy történelmi emlékei. Ha van valami, amiért el kell zarándokolnia az embernek ebbe az országba, az Baalbek. Nekünk magyaroknak kétszeresen is, Csontváry miatt, aki szintén azon kiválasztott kevesek közé tartozott, aki értette ennek a földnek az üzenetét. Olyan tudás ez, ami azonban sokkal inkább érzésből táplálkozik, mint sem könyvekből. Lehet róla beszélni órákat, köteteket, talán még könyvtárakat is, de aki nem látta saját szemével, nem taposta saját lábával, nem érintette saját kezével, alig ha foghatja fel a maga teljességében. Mert bár pogány kultuszok színhelye volt az egykori Heliopolis, szent ez a föld, amit Isten kiválasztott magának. A templom együttes középpontjában Jupiter szentélye áll. 50 évig tartott az építése, a munkálatok Neró császár idején Krisztus után 60 körül fejeződtek be. Az épület 6 lineárisan elrendezett, azaz egymást követő részből áll össze, a profántól a legszentebb felé közelítve. A templom előtt egykor félkör alakú nyitott térség volt, ami lenyűgöző rálátást biztosított az égit és a földit egymástól elválasztó kapuzatra. Innen indul az a 45 méter széles lépcsősor, ami aztán a bejáratba torkollik. A portikus két szélén egykor több emelet magas tornyok álltak, közöttük pedig 12 hatalmas gránitoszlop tagolta a teret. A kapuépület mögött nyílik a hatszögletű előudvar, amelyet a 3. század első felében építettek, és eredetileg 30 gránitoszlop övezett. A templomba érkező római katonák itt tették le fegyvereiket, és öltöttek tunikát, hogy aztán beljebb haladva tisztelegjenek az istenek előtt. A 4. és az 5. század fordulóján egyébként az udvart kupolával fették be, és keresztény templommá alakították át. Ennek építészeti nyomai még most is láthatók a falakon. Tovább haladva az épületben, a hatalmas téglalap alakú nagy udvarba jutunk, ami az áldozat bemutatás szintere volt. Alapterülete valamivel több mint 15 ezer négyzetméter. Egykor 84 egyiptomi gránitból faragott korintoszi oszlop vette körül, oldalain pedig különböző helyiségek és szoborfülkék sokasága nyílt. A tér közepén találjuk a főoltár meglepően nagy építményét, ahol a papok állatáldozatot mutattak be. Két oldalán egy-egy vízmedence helyezkedett el, amelyek a rituális mosakodás céljára szolgáltak. A nagy udvarból újabb lépcsősor vezet tovább magához a Jupiter templomhoz.
Hogy eredeti szépségét és valódi méretét felfoghassuk, ma már sajnos nagy szükség van a fantáziánkra, illetve a régészek rekonstrukcióira. Saját szemünkkel a pompás épületnek csupán a fal maradványait láthatjuk, illetve azt a jellegzetes 6 oszlopból álló sortöredéket, amit ráadásul épp restaurálnak. Jupiter templománál jóval szerencsésebben járt Bacchusé, a bor és a mámor istenének szentélye meglepő épségben maradt fenn. Falai majdnem sértetlenek, csupán a teteje omlott be. Összesen 42 oszlop díszítette, 15 a hosszanti, 8 a rövidebb oldalakon. Belső kiképzése páratlanul gazdag volt, a motívumok között természetesen kiemelkedő szerepet kapott a szőlővessző. Még mindig a Beka völgyében járunk, Anjar azonban minden más libanoni régészeti területtől különbözik. Története nem nyúlik vissza 4-5 vagy 6 ezer évre, csupán az Omayyad dinasztia idejére, a 700-as évekig. Értékét azonban éppen ez adja. Az országban alig találni nyomát az arab történelem emlékeinek, itt azonban egy egész város mutatja jelenlétüket és építőművészetüket. A szépen megtervezett, közel négyzet alaprajzú, fallal körülvett település fontos útvonalon fekszik. A Damaszkusz, Homs, Beirut és Baalbek felé igyekvő kereskedők mind erre jártak akkoriban. Anjar virágkora azonban a hatalmi viszonyok változása, egészen pontosan az omajádok bukása miatt, az alapítást követő pár évtized után véget ért. Lassan pusztulásnak indult, a 20. századra már alig valami látszott belőle. Amikor azonban a régészeti feltárás elkezdődött, hamar nyilvánvalóvá vált, micsoda kincseket rejt a föld. Kisebb és nagyobb paloták, fürdők és lakónegyedek, oszlopsorok és mecsetek kerültek elő a mélyből, amelyeket szemedgyönyörködtető rendbe foglal a két egymásra merőleges és 20 méter széles főutca, a Cardo Maximus és a Decumanus Maximus. Ha Istent ismerni akarjátok, ne talányok megfejtésével foglalkozzatok. Inkább tekintsetek magatok köré, és meglátjátok őt, amint gyermekeitekkel játszik. És nézzetek fel a légbe, meglátjátok őt, amint a felhőn jár. Villámlással kitárja karját, s az esővel visszaszáll a földre. Látni fogjátok, amint a virágokban mosolyog, azután fölemelkedve felétek int a fákban. Így beszél a próféta Istenről, akit Libanonban mindenki